lábfejtornát hoztam neked, ami nagyon jó rúg talp ellen, megerősíti a lábfej, lábszár izomzatát. Az első gyakorlat ez, amikor a lábfejedet megtartod, és csak a lábujjakat hajlítod, feszíted oda, vissza, együtt tartva őket. Következő, hogy a nadlábujjadat és a többi ujjadat külön mozgatod. Mindegyikből lehet csinálni 10-15 ismétlést, én most csak egy párat mutatok neked. Majd legyezőként megnyitod a lábujjakat, ellazítod. Megnyitod, ellazítod. Hát nekem nagyon nem nyílik meg, sajnos csak ennyire megy, de remélem neked majd ügyesebben fog menni. Lábujjak után jön a lábfej, nyújtsd ki a lábad, és akkor spitz, pipa. Előre feszíted, majd hátra húzod. Amikor ez megvolt, akkor rotálunk befelé, kifelé. Próbáld a talpakat teljesen egymásnak borítani, majd teljesen kifordítani őket. Ezután jöhet a lábfejkörzés, jó nagy köröket rajzolsz le, a lábfejjel természetesen mindkét irányba megcsinálod. Azután, amit most mutatok, mind a két lábfejjel lehet csinálni, csak a kamera állás miatt, most csak az egyik lábamon mutatom. Ez a pontozás, egyszer a lábujjpárnákat, egyszer a sarkat teszed le, természetesen közben a lábadat emeled, visszateszed. A pontozás után jöhet a hernyózás, amikor is lent a talp, és a lábujjal, így előre mászva, karmolva, előre húzod a lábfejet vagy a sarkat, és így mászol, mint egy kis hernyó. Ha megvolt előre felé, akkor pont hátrafelé csinálod, hogy visszahajítod az ujjadat, és a lábujjakkal eltolod a lábfejre, csúsztatod a sarkadat hátra. Természetesen ebből csinálhatsz többet oda-vissza. Aztán a kavicsfogás. Leteszel egy közepes méretű kavicsot, rákarmolsz, megfogod a lábujjakkal, fölemeled, majd visszaejted. És ezt is lehet természetesen többször ismételni, hihinni. És akkor megvoltak ezek a kis lábfej-lábúj gyakorlatok, mondjuk így ülve, akkor utána jöhetnek az álló gyakorlatok, végtelen egyszerű, lábúj járás. Ugye itt, ha szobád engedi, körbe-körbe mész, vagy oda-vissza, utána sarokállás, sarokjárás, lépegetsz közbe, ezt lehet ugye külső lábélen is sétálgatni, lehet belső lábélen is sétálgatni. Hát amennyit bír a lábfejed, annyit csinálj ezekből, figyelve a kellő ismétlés számokra vagy távolságokra, és ezeket a gyakorlatokat megcsinálod, szuper jól meg fog erősödni a lábfejed, és reményeink szerint elmúlik a lúdtalpad. És a Selfness Yoga YouTube csatornán egy komplex levezénylős gyakorlatsort is találsz lábfejtornára. Ha szeretnéd azt úgy vezényelve végezni, keresd rá, és ott is együtt tudunk tornázni.